Lassan végéhez ér a tartalékos katonák és katonakötelesek kiképzési helyszíneinek az előkészítése, amelyet az ungvári, munkácsi, ilosvai, nagyszőlősi és huszti járásban rendeznek meg. A katonai kiképzés szeptember 19 és 28 között fog lezajlani a katonai lőtereken és elhagyatott területeken. Az idén közel 2000 résztvevője lesz a felkészítésnek. Szabados Iván, aki a honvédelmet oktatja, úgy döntött, részt vesz a tartalékos katonák és katonakötelesek kiképzésén a Huszti A7124 katonai egységnél. Elsősorban azért jelentkeztem, hogy kipróbáljam saját magam, továbbá azért, hogy valami olyasmit sajátítsak el, amit fel tudok használni a tantárgyam oktatásában, amelyel már 1983-tól foglalkozom, és amelyet nagyon szeretek. Annak örülök a legjobban, hogy a tanítványaim rólam vesznek példát és példaképként tekintenek rám. Pszichológiailag és fizikailag is készülök, de elsősorban a felelősség tudat kell, hogy ösztönözze az embert. Ha valakit meg szeretnél tanítani valamire, előtte saját magadnak kell ismerned a szóban forgó témát. A katonai kiképzés egyik helyszíne az A7124 katonai egység, ahová összesen 350 tartalékos és katonaköteles egyén érkezik majd. A szobák négy személyesek, vagyis minden szobában lesz négy ágy, mosdó, zuhanyzó, WC. Étkezde is lesz a bázison, ahová az ételeket a megyei hat kiegészítő parancsnokság szállítja majd. Ez az ő feladatuk. Reggel 6 órakor van az ébresztő, ezután következik a sorakozó, a reggeli torna, a reggeli, és azután következnek a foglalkozások. Mérnöki és orvosi képzésre kerül sor. A résztvevők megtanulják szétszedni és összerakni a gépfegyvert. Elsajátítják a fegyverek műszaki jellemzőit, megtanulják, hogyan kell megtámadni, vagy éppen védeni egy helyiséget, szabotáscsoportok csoportok észlelését vagy azok védelmét. Ez a nagyszülősi A7123 katonai egység, ahol szintén katonai kiképzést fognak tartani. Ezen a helyen egy sátorvárost állítottak fel. Itt lesz az ügyeletesek sátora, az orvosi szolgálat, az információs központ, a mosdók, WC, zuhanyzók és az étkezde. A Jatakov a katonai egység parancsnoka megmutatta, hogyan néz ki a pihenő Az OSB 56 sátorban tartózkodunk jelenleg, amelyben egy húsztagú személyi állomány fog megszállni. Az ágyak már itt vannak. Érkezéskor a katonák egy kempingmatracot és hálózsákot kapnak majd. Ha hideg lesz, bekészítettünk néhány melegítőt, hogy szükség esetén tudjuk fűteni a sátrat. Az A7123 katonai egységben közel 400 katona vesz részt a kiképzésen. A kiképzés célja, hogy megtanítsuk a személyi állományt, a katonaköteleseket és tartalékosokat, vagyis azokat az embereket, akik már tartalékosként szerepelnek ebben a zászlóájban, hogy a lehető legtöbb tudást sajátítsák el, hogy a jövőben alkalmazni tudják ezt a kiképzés során, és ne adj Isten a hadműveletek alatt. Vagyis az alapvető rendeltetésnek itt tesznek eleget, és a feladatokat itt fogják elvégezni, védve hazájukat és az állami létesítményeket, az eszközállomány hálózatát, az államhatárt és így tovább. A katonai kiképzés helyszíneinek előkészítését szeptember 18-án fejezik be. Hoztjuk Ruszlána, Pojda Viktor, hírek a közmédián.